Nem tartoztam én azért a belső körökhöz. De meg is lepődtek azok, akik magyar a kormánytagokat, ahogy nekem valamelyik miniszter, aki távozott a kormányból, most nem akarom mondani a nevét, elmondta, hogyha egy 70 tagú kormány van, akkor abból a 8-10-et nevez meg maga a miniszterelnök, a többit ezek az érdekcsoportok delegálják. Amikor csere van, akkor ők nevezik meg, hogy ki jön helyette. Például a fellegi németné csere az egy ilyen történet lehetett annak idején. Tehát én azon csodálkoztak ezek a mondjuk így gazdasági érdekcsoport képviselők, hogy kerülök én oda. Én a 2005-ös gazdademonstráció kapcsán hát elég ismert lettem vidéken, és volt egyfajta erkölcsi tőkém. Tehát nekem meggyőződésem az, hogy ezt a fiúk beáraszták, hogy ez szavazatokban mit jelenthet, és így aztán elhívott engem a rezidenciájára, Felcsútra 2010. februárjában a választások előtt a miniszterelnök, és hát ott mindenféle szép dolgot mondott. Benne volt az összes hívó szó, ami nyilván fölkészítették, tehát tudták, hogy mi az, ami nekem fontos, és így kerültem én be a kormányba, tehát nem tartoztam a belső körökhöz. Mindenesetre úgy tartottak ezek után nyilván engem, mint hogy az Orbán embere, mert én abban 8-10-ben lehettem, akit maga a miniszterelnök nevezett meg, tehát tényleg. De nyilván itt ez egyfajta kalkuláció, politikai kalkuláció, haszon elemzés lehetett a dolog mögött. Hihetően adta ezt elő, tehát ez egy nagyon tehetséges, a maga módján nagyon tehetséges gyerek. Tehát tulajdonképpen én magam sem gondoltam, hogy az ellenkezője fog történni. Én elhittem azt, amit mondott. De egész részletesen két órán keresztül beszélgettünk, odáig, hogy mert tudom én, mi lesz a miniszterjelöltekkel, amit mindenki miniszter lesz, meg államtitkár, úgy tartja a Jakab is, meg a Turi Kovács is, meg a többi is, mindenki azt gondolta, hogy ő lesz itt a főcsővezető. Azt mondta, az nem az én dolgom, azt majd ő elintézi, ez rendben lesz így. Ki mit kap, megkapja azt a magas pozíciót, ami a hiúságának elégséges, de egyébként nem fog tudni semmit se csinálni. Most nem mondom, hogy kire mondta ezt. Tehát ilyen szinten végigbeszéltünk mindent. Tehát nagyon hiteles volt, és egy ilyen őszinte, egész meglepett ezzel, egy ilyen őszinte emberi közeg, nyilván fölkészítették, hogy valami ilyesmi módon tudja elérni azt, hogy én ott részt vegyek ebbe az egész ügybe. Nem nagyon volt nekem kapcsolatom utána az Orbánnal. Én ugye jártam kormányülésekre, hogy a Varga ezt vetette a szememre, hogy hát miért nem mondtam a kormányüléseken el ezeket a dolgokat, mert ugye a Fazekas volt az elnökség kapcsán az, aki külföldre akart menni, én meg itthon tartottam a frontot, amíg a EU elnökség volt, és azt megelőzően, és még utána is elég sokat járt, úgyhogy gyakorlatilag én jártam kormányülésekre. Nem nagyon volt nekem kapcsolatom, és én nem is akartam szándékosan átugrani a Fazekast, mert azt nem tartottam fairnek, hogy az én miniszterem háta mögött intézkedjek. Ugye ezen a terepen persze ez egy szokásos dolog, de én valahogy ugye ettől mindig tartózkodtam. Tehát nem is kerestem az ilyen típusú kapcsolatokat. Azt láttam, hogy akceptált bizonyos dolgokat a miniszterelnök. Akkor a földügyek kapcsán láttam először, hogy valami teljesen más történik, mint amiben megállapodtunk. Tehát a földbérleti pályázat kiírás 2011 nyara. Addig én meg voltam győződve, hogy azt fogjuk csinálni, amiben megállapodtuk. És közben ő már a 2011 elején elkezdték előkészíteni a Lőrinc birtokát ott. Már beruházott a Mészáros Lőrinc, úgyhogy még ki sem voltak írva ezek a földek, amire ő ezt alapozta. És akkor én elkezdtem belül küszködni. Az érdekes dolog volt, ezt most így elmondom, hogy és nem is én, hanem a feleségem vette észre, egy ilyen összejövetelen leültünk. Lakitelken Lezsák szervezte ezt az összejövetelt, és úgy rendezte az ülést, hogy a Lezsák szembe vele az Orbán, a Lezsák mellett én ültem, másik oldalon Csurka ült. És már a feleségem, csak hogy lássátok a elrendezést. És a feleségemnek tűnt föl először, hogy amikor olyan dologról beszél a miniszterelnök, ami nyilván nekem szól, nem rám néz, hanem a Csurka Pista bátyámra. Valami belülről nyilván pontosan tudta, hogy nem azt csinálja, mint amiből beszéltünk, vagy legalábbis nekem ez az elképzelésem mostanában. Tehát én nem hiszem, hogy ő,
hogy menet közben változott meg. Valószínűleg eredetileg más tervekkel indult, mint amit nekem elmondott. Ez egy súlyosabb olvasata a történetnek. Ez emberileg egy nagyon elszomorító forgatókönyv, hogyha ez tényleg így van, de őszintén szóval nem tudom, meg biztosan nem állíthatom azt, hogy ő menet közben valami olyan nyomást kapott, amitől megváltozott a véleménye. Én azt hiszem, hogy eleve erre az irányra készült, de ahhoz, hogy egy elementáris erejű hatalma legyen a parlamentben. Elmondta azt is valamelyik alkalommal, hogy ő többet nem fog koalíciós kormányba kormányzni. Vagy olyan fölhatalmazást kap, amivel azt csinál, amit akar, vagy nem vállalja. Most ahhoz, hogy elementáris fölhatalmazása legyen, valószínűleg ehhez kellett az a pár százezer szavazat, amit vidéken. Tudom, vidéken a Fideszt utálták. Tehát én elég sokat jártam vidéki közösségekbe. Úgyhogy amikor én kampányoltam vidéken a fideszes képviselőknek, akkor már eleve mondtam neki, hogy ne szólalj meg, mert az első mondat rossz. Majd én, hagyd rám. Én végig elkésztem az országot. Ezt ő pontosan tudta, hogyha arról van szó, hogy azt a programot, amit az emberekkel megbeszéltünk, ő beígéri, hogy ezt fogjuk megvalósítani, ez lesz a mi programunk, itt van nálam az a kézirat, amire saját kezüleg ráírta a megjegyzéseit, és utána Szijjártó, akkor ő volt a táskahordója, jött hétfőn, hozta nekem vissza ezt a kéziratot, itt van nálam most is a kézirat, és azt mondta, hogy professzor úr, a főnöknek tetszik, ez lesz a programunk. Tehát ha tudták azt valószínűleg, hogyha azt mondják, hogy ez, amit az emberekkel együtt 2005 óta dolgozgattunk ezen a gazdademonstráció óta, közösségbe jártam sok felé, hogyha ezt a programot bevállalja és azt mondja nekem, hogy ez a programunk, dolgozz rajta, te vagy a stratégiai államtitkár, csináld a stratégiát, a vidék stratégiát, építsd be. Időnként még megerősítette, én ezt elhittem, közben a háttérben már történtek az ellenkező dolgok. Tehát nem hiszek, nem tudok már igazán abban hinni, hogy itt valami külső nyomás történt, ami én azt hiszem, hogy az eredeti irányba tartunk most. Csak én ezt nem láttam, és sokan nem láttuk annak idején, hogy ez lesz belőle. Ha tudja az ember, bele nem vág. Hát én személy szerint biztos nem vágtam volna bele egy ilyen kalandba.